kényesebb az élet, annak aki játszik, vibrálóan látszik, kiéhebb a fénye, eltűnhet a lénye, a döntés nála. Bocsánat az értetlenkedésért, de nem teljesen tiszta nekem ez a privatizáció. Mit nem értesz? Tehát akkor ezt a jácintot csak is én ehetem meg? Így van! Bármikor? Bármikor elfogyaszthatod. De mivel a törvény bünteti azt, hogy bárki más kíváncsa az életét, nem kell féltened. Nem kell kapkodnod. Hagyjad, hadd legelészen csak egész nap. Mit tesznek ezek? Fát? Szóval hadd dagadjon jó szaftos szintre. A jó húsnak idő kell. Senki nem fog egy ujjal sem játszinthoz érni. Ha pedig mégis, kapni fogsz kárpótlást. Rendben, megfogadom a tanácsot. Várok az elfogyasztásával. Még egy kérdés. Átruházhatom másra őt? A fiókádra szeretnéd hagyni? Igen, ezt így lehet? A műsor, amiben szereplünk, van olyan kegyetlen, hogy egész családokat ránt magával a semmibe. Akinek a fajára esik a választás, az bizony nem egymagában esik ki a műsorból. Nem marad utána egy árva utód sem. Nem őrzi senki tovább a vérét. Mi nem vagyunk ilyen kegyetlenek. A többség azt vallja, ne vállalj gyermeket. Éj a márak. A pusztulás itt van a sarkunkban. De ha már életet adtál egy gyermeknek, nem számít milyen rövid is. Legyen boldog élet. Átruházhatod a husidat a fiókádra, vagy a párodra, bárkire a fajodon belül. Köszönöm. Na, szia, Richard! Beavatás letudva. Szóval, tisztelt királyom, engedelmeddel rátérnék az ügyre, amit említettem. Csak tessék! Tisztelt ragadozó társak! Nem tudom, tisztában vagytok ezzel, milyen események történtek az utóbbi időben. Én nem hallottam semmi. Vagy várjál csak! Jól hallom? Csirip, csirip! Igen! Nem, nekem nem duruzsolnak hónajlebenyes csörgusárok a fülembe! Nekem duruzsolnak. És azt az információt kaptam, hogy a viccek attól viccek, hogy viccesek. A te beszólásodon nevettem, csak késleltetve? Akkor élek a feltételezéssel, hogy az itt jelenlévők közül senki nem hallott arról, mi történt nem messze innen, a Térj meg utca barlangban. A felvilágosultak csoportjával? Igen, velük. Passz. Új vezető került a csoport élére. A jó öreg Márton beadta a kulcsot? Be, de nem önként. Elméletileg a tagok élve felzabálták őt. A növényevők? A növényevők. Hát ezek meg meghűltek. Szép világ lenne, ha a zöld zabálók is ráállnának a húsfogyasztásra. És ki lett az új szekta vezér? Megbízható. A személyazonosságáról még egyelőre nem tudok sokat, de én speciál jobban megbízok az illetőben, mint Mártonban, tekintettel arra, hogy ragadozó. Ó, kíváncsivá tettél. Kérdezhetek? Velociraptor. Kérdezhetsz? Nekünk, ragadozóknak, miért kell megbíznunk egy növényevőkből álló szektában? Kik ők pontosan? Didaktikus leszek, de lényegre törő. Minél hülyébb egy növényevő, annál könnyebb megenni. Az említett szektának a tagjai olyannyira agymosott barmakból állnak, hogyha kell, önként fekszenek el a tányérunkon. Márton volt a villa, a szekta tagok pedig a svéd asztal. Na, ez már sokkal viccesebb volt. Vigyünk le! Jól értem. Dolgozik nektek egy növényevő szekta, aminek a tagjaiból időnként beleegyezéses alapon falat osztok.
Tiszta luxus ez a ragadozó élet, mi? Erre céloztál korábban, amikor a tenyésztelepeket említetted? Részben. Úgy néz ki a mai nap, a büntetés végrehajtások napja. Ő meg kicsoda? Valaki, aki nem végezte el a dolgát. Feltételezem szándékosan. Szóval, ahogy korábban mondtam neked, vannak tenyésztelepeink, mind a dzsungelben, mind pedig a pusztaságban, ahol egy konkrét növényevőfajt szaporítunk, annak céljából, hogy a privatizált élelmek, valamint a gurmé szekta mellett minél inkább bebiztosítsuk magunknak a megfelelő táplálékutánpótlást. Ó, a pusztaságban is. Pontosan melyik növényevőfajról van szó? Melyik növényevőfajt tenyésztjük? Szilveszter. A Sitakosauruszt. És mi a te dolgod, Szilveszter? Segédmunkás koordinátor vagyok. Fejtsd ki nyugodtan, isszuk a szavaidat. Én irányítom a Sitakosaurusok munkáját a dzsungel területén. Ásatok! Növényeket gondoztatok! És? És ha felsőbb utasítást kapok, akkor áthelyeztetek munkásokat a hegyi vidékre. Ah, unom ezt a nyögvenyelést. Edd meg! Ez a kis rohadék 50 darab Sitakosauruszt elküldött a pusztaságba. Érti ezt, tisztelt királyom? Azt az 50 darab Sitakosauruszt ide kellett volna küldenie nekünk? Úgy néz ki, tényleg minden növényevő kezd teljesen meghűlni. Biztosan eluralkodott rajtuk a nyomás. Sorra növényevők esnek ki a műsorból. Én a helyükben. Mi a? Az elnyomás ellen! Ez meg mi volt? Ez? Ízorgia. Mennünk kell, királyom! Segíts felállítani! Egy Ankylosaurus is van velük! Szétverek mindenki és mindenkit! Védjétek a királyt akár az életetek árán is! Szép munka! A hősök örökké élnek! Gyere már, raptor fiam! Hey, várjatok! És Alberttel mi lesz? Albert jól van! Jól van? No, hogy fekszik ájultan az idegbetegen tomboló élőtank mellett? Ne beszélj már baromságokat! Minden néző látta, hogy miként érte a vég! Mindig is ilyen halálról álmodott! A hősök örökké! Albert, élsz még? Szép a csalmán az agyvelődet! Szép kellek a plafonon! Miért vagy ilyen ingerült? Nem vagyok ingerült! Nyugodj meg, kérlek! Nyugtatgassál! Ne nyugtatgassál! Köszönöm! Köszönöm! Fú! Ez csak egy másodpercen múlott. Pont jókor jöttél. Te pedig kérlek szépen, pont jó helyen voltál, vagy és leszel. Visszavonulunk. Hát, ez a víz valami eszméletlenül szarízű. Nemhogy nem frissít fel, hanem egyenesen úgy érzem mérget ittam. Ízlés kérdése, drága barátom. Ha nem tetszik,
Fáradj vissza nyugodtan a dzsungelbe. Visszafáradnék, de amíg a dzsungelben fel tudtam készíteni magam az ideútra, addig a poshat vized annyi energiát sem ad, hogy az odaút felét sem tudnám megtenni. Látod? A szíved már is ide köt téged. Nem is olyan rossz ez a víz. Pista, valaki keres téged. Nagyon remélem, hogy nem egy főnök érkezett megint. Jó lenne visszatemetkezni a munkába. Ön a Sziktakoszauruszok helyi vezetője? Igen? Miben segíthetek? Olyan információkat sikerült kihallgatnom, ami minden bizonnyal megrázóan fogja érinteni önt. Hálás köszönet az anyagi támogatásért Ententének, Zútinak, Németh Zoltánnak, Máté The One-nak, Varga Ákosnak, Envinek, Farkas Benyáminnak és Batiz Gergelynek. Ha támogatni szeretnél minket, azt továbbra is megteheted a Patreon oldalunkon, vagy legyél csatornatag itt a YouTube-on. Cserébe a te nevedet is be fogom mondani az aktuális Pangea TV epizódok végén, illetve korai hozzáférést fogsz kapni a Pangea TV legújabb epizódjaihoz. Ha van bármi tippetek, tanácsotok, mivel lehetne még jutalmazni az adományozókat, kérlek, írjátok le kommentben. Sziasztok!